Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem között látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, Passinger Zoltán, nagybőgös basszusgitáros, méghozzá a Mystery Gang alapító tagját. Üdvözöllek itt a stúdióban. Hello, üdvözlök mindenkit, a nézőket is, téged is. Annak apropóján beszélgetünk itt a stúdióban, hogy az Éli Napok programsorozat részét képezi tulajdonképpen nyitó rendezvény a Központi utcabál, és ezen 22 óra 30 perckor felléptek, ott lesztek, és egy váraton egy fantasztikus koncertet adtok. És így ennek apropóján Mystery Gang, 1998-ban alakult ez a trió. Milyen körülmények között találtatok egymásra, és miért pont ez a rockabilly vonal? 98, ezt kiszámoltam, hogy gyorsan, az pontosan 15 éve volt, 98 február, hogyha pontosan a körülményekre vagy kíváncsi, és a nézők is, 98 február 21, és ez az első koncertünk dátuma. A megalakulásunk az két nappal előtte volt, február 19-én, egyből volt koncertünk már lekötve erre. Ez egy futóverseny volt Budapesten, Szabadtéren, februárban. Hihetetlen hideg szél fújt, és valamiféle maraton ment körbe a városba, és mi az egyik ilyen forduló ponton, így a Dunai rakparton álltunk, és vártuk a futókat, hogy na mikor jönnek, és a mi zenénkkel majd lelkesítsük őket arra, hogy még már csak 35 kilométer van hátra abból a 42-ből, és mondta a szervező, hogy na akkor fiúk, ide pakoljatok le, hogy ha látjátok a futókat, akkor kezdjetek el játszani. Megálltuk a futókat, szépen elkezdtünk játszani, viszont a futók egy olyan jó 500 méter előttünk elkezdtek visszafordulni, és jött a szervező, hogy jaj, lerontottam, és egy kicsit előrébb kéne pakolni. Tehát az első koncertünk az már is egy óriási kétszeres felszereléssel kezdődött. Remélem majd itt Érden elég lesz csak egyszer felszerelni, mert találjuk egyből a helyes színpadunkat. És már azon az első futóversenyes koncertünkön kialakítottunk egy ilyen kis rajongó tábort, ott voltak olyan futók, akik inkább úgy döntöttek, hogy megmaradnak, ott inkább néznek minket, hagyják a fenébe a hátralévő kilométereket, és azok azóta is szépen járnak a klubjainkba. A rockabilly vonal, ez mennyire állja meg a helyét, vagy mennyire állta meg a helyét? Bátorság volt ezzel így belekezdeni a zenei pályafutásba? Igazából nem volt bátorság. Ez egy régebbi időszaknak a sláger műfaja. Igen, hogyha tudatosan, vagyis nem is tudatosan, hanem mondjuk üzleti alapon próbálnám kiválasztani azt, hogy milyen zenét játszunk, akkor mondjuk lehet, hogy nem ebbe, hanem valami kis tingli tangli diszkóba vágnék bele. Viszont akkor a lelkesedés hajtott minket, és hajt a mai napig is, és egy ilyen őszinte hit. Ez tényleg így van, ez egy hit, mert ennél máshogy nem is lehetne csinálni. És ez hajt minket bele abba, hogy végül is sikerre tudunk vinni egy olyan műfajt, ami tulajdonképpen 50 évvel ezelőtt már mondhatjuk azt, hogy kihalt. Tehát, hogy igazából követői nem voltak Elvis Presleyvel, Buddy Hollyval, ahogy ők elhunytak, ez a műfaj nagyjából meg is szűnt, és utánuk jött mondjuk a Beatles vagy a Stones, akik egy teljesen más, bár abból a rockabilly gyökerekből táplálkozó zenét kezdtek el játszani, és nem volt már olyan hírvívője ennek a műfajnak, aki ezt úgy napra készen így a jelenben tartotta volna, hát ezért jöttem mi 98-ban, és így 2013-ban is tartjuk ebben a műfajban a lelket, és írjuk az új dalokat. De nagyon érdekes, hogy 2001-ben jelent meg az első lemezetek, majd 2003-ban és 2006-ban, és ezt a három lemezt külföldi kiadók gondozták. Igen, igen. Ó, hogyan kerültetek külföldi kiadóhoz, vagy egyáltalán nem volt ez furcsa, hogy először külföldön figyelnek fel, látok? Ugye elkezdtünk játszani, és igazából még olyan nagyobb tervek nélkül. Legyen csináljunk egy zenekart, és nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Persze mindenkinek az álmaiban az volt, hogy majd ez nagyon sokáig ki fog tartani, és tulajdonképpen ebből fogunk élni, és ez lesz az életünk. És így indult el egy ilyen szerencsés folyamat, amit persze azért a munkának is köszönhető, hogy kaptunk egyszer csak egy e-mailt Japánból, ilyen kicsit érdekes, ilyen tört angolsággal írva, hogy ez és ez vagyok, és szeretném kiadni a lemezeteket. Hát nekünk négy dalunk volt akkor saját dal, ezt a négy dalt rögzítettük is, és ez megjelent egy kis lemezen, amit egyébként japán kiadó, Amerikában nyomták a lemezt, lemezborított egy holland srác tervezte, tehát egy ilyen globális vállalkozás volt. És utána jöttek szépen sorba továbbiak Angliában, volt egy Egyesült Államokban egy kiadó, egy német kiadó, és végül megérkeztünk Magyarországra, ami tavaly jelent meg az első magyar nyelvű lemezünk itthon. Ez nem fáj egy kicsit, hogy itt pont Magyarországon, nem. Hazátokban csak 2012 a dátum, amikor adhatatok ki lemezt? Nem fáj, mert most adjuk körülbelül 1600. koncertünket, vagy 1700, a kettő között vagyunk valahol, mondjuk legyen 1650. Tehát folyamatosan gyakorlatilag minden harmadik nap játszunk, tehát észre sem veszük azt, tehát ebben semmiféle fájdalom nincs, tehát hogy folyamatosan el vagyunk látva tennivalóval, munkával, és a lemezeink jelennek meg, egyébként a külföldön megjelent lemezeinket ugyanúgy lehetett itthon kapni, mint ezt is. Igazából ezzel a magyar nyelvű lemezzel kizártuk magunkat a világból, viszont itt ugye itthon azért persze ezzel többet lehet elérni, tehát egy kicsit nagyobb sikert, vagy szélesebb
érdeklődést. Említetted, hogy Japánból kaptátok az e-mailt, igen. Ki akarják adni, ki szeretnék adni a lemezeteket, sikerült. Külföldi koncertek voltak? Japánban sajnos nem. A kezdetekben nagyon-nagyon sokat voltunk, volt, hogy 2-3 hónapokat kint voltunk folyamatosan, főleg így a Benelux államokban, Egyesült Királyságban, de sokat játszottunk Franciaországban, tehát igazából azt lenne könnyebb elmondani, hogy Európában hol nem. Mondjuk Portugáliában, Spanyolországban és Svédországban nem voltunk, de úgy nagyjából mindenhol. Esetleg miért még Monakóban sem. Egyesült Államok? Ott voltunk. Ott voltatok, mert úgy, én láttam egy YouTube-os videót, ami egy ilyen régi módi megoldásban van elkészítve, mintha az 50-es években készült volna, és ott olvastam a hozzászólásokat, és ott egészen sokan például Amerikából is jöttek, hogy ezek a fiúk mikor jönnek hozzánk? Kérdezték is, nagyon sokáig kérdezték, még végül egy valaki ezt a kérdést komolyan tette fel, és nem csak így viccből, mert van, amikor ugye egy YouTube-os videóhoz van egy ilyen hozzászólás, hogy mit tudom én, gyertek Németországba, adunk sört. Tehát jó, oké, köszönjük szépen, menjünk Amerikába, kaptok hamburgert. És aztán végre szerencsére lett egy komoly felkérés, egy nagy New York-i fesztiválra, Brooklynban volt. Hát óriási. Tehát a város maga, hát van akkor, amint Budapest, meg Érd, és még a környéket Szeglődig együttvéve, tehát egy beláthatatlan méretű maga az ország, meg maga a fesztivál is, meg a minden. Egy nagyon komoly 5 napot töltöttünk el ott egy nagyon sűrű programmal, szépen elláttak minket, tehát vittek minket jobbra-balra, és el voltunk ájulva. Ezt a videoklipet videoklipnek nevezhető? Ez a régi megoldásban megjelentett videoklip? Hát tulajdonképpen igen. Igen, persze. Hogyan sikerült összehozni? Ez egy szándékos volt, hogy visszaadjátok a kor hangulatát? Szerintem te a legelső klipünkre gondolsz, amilyen fekete-fehér. Igen, az egy szándékos volt, azt egy művelődési házban vettük fel, szépen kultúráltan tettünk egy darab kamerát, meg talán még egyet így jobb, és ebből a két kamera képéből. Tehát nem az a ilyen igazán dinamikus felvétel volt az a sok képvágással az első klipünk, aztán persze továbbiak, amik később születtek, azok már egy kicsit ilyen modernebbek lettek. Aztán újabb zenék felé fordultatok, zenei irányzatok felé, Jungle, Garage, és még sorolhatnám. Ezek hogyan épülnek egymásra már, mint a rockabilly-re például? Ez mind egy közös gyökér. De tulajdonképpen mi a Mystery Gang-el mondjuk így az 50-es évek elejétől, mondjuk az, hogy 50-től 64-ig, egész a beatig az összes műfajnak az összes rétegét végigjátszottuk. Tehát ez a rockabilly is egy nagyon-nagyon árnyalt. Ennek is van fekete, tehát északi, és fehér déli, hogyha az Egyesült Államokat nézzük, mondjuk chicagói és texasi vonala, tehát ugye kettő ötvöződik egymáshoz, és ebből nagyon-nagyon érdekes dolgok születnek, mert még a délvidéken leginkább mondjuk a mezőgazdasági vidéke teljesen máshogy játszották ezt a zenét, mint északon, a nagyvárosban, Chicagóban, ahol már nagyon-nagyon sok fekete hatás adódott hozzá a zenéhez, ez a nagyvárosi, az éjszaka, a beton dzsungel, és ugye meg egy teljesen letisztult déli szinte már ilyen európai népzenei gyökerekkel rendelkező zene. Ez egy nagyon-nagyon érdekes ötvözet. És így tudunk odafordulni ehhez a garázs dzsungel vonalhoz. A magyar közönség hogyan viszonyul a stílushoz? A stílushoz ezt nagyon nehéz megmondani, viszont az, hogy a zenekarhoz jól viszonyul, az mindenképpen így van. Ez sokszor mi is ezen elgondolkodunk, hogy mi a sikeres, a maga műfaj sikeres, vagy maga a zenekar sikeres. Én inkább azt mondom, hogy inkább a zenekar sikeres, és hogyha mondjuk egy kicsit mást játszanánk, mondjuk teszem azt játszanánk, amit előbb említett beat zenét, akkor valószínűleg azt a kérdést tennéd fel, hogy a beat mennyire sikeres Magyarországon, akkor nem mondanám, mert nagyon-nagyon sikeres, és ugye a rockabilly is nagyon sikeres Magyarországon, sokkal sikeresebb itt, mint bárhol máshol, mondjuk egy bármilyen más európai országot megnézel. Nálunk valahogy ezt így valahogy nagyon elkaptuk ezt az érzést, nagyon ráéreztünk arra, hogy mit szeret a közönség, és ezt mi úgy is tudjuk nekik adni, hogy ezt így elfogadják tőlünk, hogy ez egy mai létező, és eszükben sem jut, hogy ez valamikor 50 évvel ezelőtt volt. A legelején említetted, hogy 4 saját zenétek volt, amúgy feldolgozásokat játszottatok. Amúgy persze, de én rengeteg feldolgozás volt. Kiktől hallhattak tőletek? Hát akit mondom, Buddy Holly volt, Elvis Presley volt, Carl Perkins volt, és még sok-sok olyan előadó, akinek talán a nevét én is csak egy ilyen ritkaság gyűjteményeken fedeztem fel. De ők voltak a legjelentősebbek. Milyen tervek vannak? Lemez tavaly volt magyar megoldásban, magyar gondozásban. Fontos most lemez készíteni? Tehát ez cél lehet? Van, vagy esetleg inkább a koncertekre helyezítik a főbb hangsúlyt? Is. Tehát mi folyamatosan tervezünk mindig az újabb dolgokat, és már most sok olyan új dal van, ami ugye azon a lemezen nem volt. Tehát így igazából már félig megvan az új lemez, magyar nyelvű lemeznek az anyaga, amit egyébként majd karácsony körül tervezünk, hogy megjelenjen. Tehát
így októberben el kéne kezdeni, tehát egy hónap múlva el kéne kezdeni a felvételeket, és szerintem egyébként meg is lesz addig, és mindenképpen szeretnénk folytatni. Tervem van még, sőt már készítettünk is egy duettet Péter Fiborival, egy saját dalra, a Gitárpeng az éjszakán című dalt énekelte ő el, és tervben van még vele, még két-három újabb közös dal, és még más énekesekkel és énekes nőket is szeretnénk bevonni, akik a mai, mondjuk úgy underground, vagy mai populáris vonalból behozni hozzánk. Megjeleniseteket tekintve stylist van a háttérben, vagy magatoktól vagytok ilyenek? Mi vagyunk. Tehát amikor ilyen klipforgatás van, és ugye megérkezik a stáb, akkor általában hoznak egy stylistot, akinek nagyon szépen megköszönjük a legnagyobb tisztelettel, és meghívjuk őt egy kávére, hogy nézze végig a forgatást, de mindent így megjelenésben és hangzásban mi állítunk össze. Videoklip forgatás. Ezzel kapcsolatosan újdonságokról lehet-e beszámolni? Az új lemezzel mindenképpen fog készülni. Tehát maga a stúdió felvételekkel, hangfelvételekkel együttőben mindenképp fog készülni új videoklip is. Tehát ez 100%. Fontosnak tartjátok, hogy mindig legyen videoklip is? Igen, mivel most YouTube, internet, tehát igazából, hogy mondjam, a szemünkkel hallgatunk zenét, nem a fülünkkel, tehát most arra kell rámenni minden zenekarnak, hogy igazából egy olyan látványt hozzon létre, amit könnyen és szívesen befogadunk. Rengeteg fellépésről meséltél és beszéltél, hogy azért tényleg el vagytok foglalva rendesen. Hol szerettek inkább fellépni, kisebb klubokban, vagy nagyobb színpadokon? Melyik a kényelmesebb? Hát, mondjuk, hogy ennek a műfajnak? Nem pejoratív értelemben mondom azt, hogy falunapon. És nem pejoratív értelemben mondom most az érdi városi napokra, hogy falunap, ez teljesen idézőjel. A falunap alatt mi azt értjük, amikor van egy teljesen nyilvános rendezvény, ahova bárki, tehát tényleg fiataltól, időség bárki eljöhet, és a szervezők olyan műsort állítanak össze, ami nem egy szegmens mutat be, tehát nem mint mondjuk egy bármilyen pénzes vagy fizetős fesztivál, ahol mondjuk bemutatják a magyar popzenéből azt a szegmest, amit alternatívnak hívunk, vagy mondjuk metalnak hívunk. Egy ilyen úgynevezett falunapra elhívják mondjuk a mulatos zeneképviselőit, a rockabilly zeneképviselőit, és esetleg még este lesz egy Republik vagy Edda koncert. Tehát egy teljesen ilyen palettát mutat be. Mi ezeket szeretjük a legjobban, ahol tényleg mindenki ott van, közönség is ott van, és mindenki ott van, mint zenész, vagy mint előadó. Említetted, hogy külföldi fellépések voltak, vannak is, és lesznek is? Igen, mindenképpen lesznek. Hova helyezitek most a fő hangsúlyt, a hazai fellépésekre, vagy a külföldiekre helyezitek? Mindenképpen most itthonra helyezzük. Ugye magyar nyelvű lemez, magyar nyelvű dolog, amivel magunk elé annyi feladatot tettünk ki, tehát most kezdve azzal, amit előbb mondtam, hogy Péter Fiborival közös dal, ami egész egyszerűen, erre mi nem is gondoltunk, nem is akartuk ezt, hanem együtt játszottunk egy fesztiválon, mondjuk ők voltak 8-tól, mi meg 10-től, és akkor ugye szünetben beszélgettünk, és ezt csak úgy mondtuk, de Bori, van itt egy dal, énekeld el, és azt mondta, hogy jó, oké. És akkor ez annyira bejött és megtetszett neki is, nekünk is, és a közönségnek is, hogy ezt még szeretnénk tovább fűzni, de most a magyar dal napjára, ami 8-án lesz, most szeptember 8, vagy volt, nem tudom, hogy mikor megy adásban ez a beszélgetés, elkészítettünk erre az alkalomra Cseh Tamás Bereményi Géza Másik János Budapest című dalát a mi felfogásunkban. Hát az igazán érdekes. Úgyhogy rengeteg ilyen dolog van. Ilyen közös együtt éneklést, együtt zenélést terveztek még, vagy igazán ez most ilyen egyedi eset lesz? Ez most egyedi eset, ez így mondjuk így eltart fél évig, amíg csinálom 2-3 ilyen projektet, vagy mondjuk 2-3 ilyen dalt, 2-3 előadóval, és utána pedig természetesen mellette is párhuzamosan, de utána mindenképpen a saját utunkat és a saját lemezeinket fogjuk csinálni. És a külföldi felkérések, hogyha vannak, akkor mindenképp azoknak eleget teszünk, de a hangsúly most azon van, hogy itthon csináljuk. Közös zenélés szempontjából vannak elképzelések, hogy kivel lehetne jót alkotni? Vagy nem akarsz igen, nevet igen, mondani? Igen. Tehát azért nem akarok neveket mondani, mert rengeteg még fel van írva, de még ők sem tudnak róla, hogy fel vannak írva. Tehát akiket listázunk, ez még teljesen titok. És most véletlenül elárulom, akkor valakit már nem fog váratlanul érni a felkérés, és meg úgy szeretnénk, hogy azt mondjuk neki, hogy szia, akkor XY, akkor énekelj, viszont holnap. Tehát, hogy ideje se legyen átgondolni, hanem amit úgy ösztönből tud csinálni, az jöjjön elő. És a beszélgetésünket kezdtük. Érdi napok, rendezvénysorozat, Központi utcavál, szeptember 7-e 22:30. Mivel várjátok az érdi közönséget? Például, ugye egy nappal a Magyar Dal napi előtt, de itt már fog szerepelni ez a bizonyos
Cseh Tamásdal, a Budapest, ami komolyan, nagyon-nagyon jó, tehát eszméletlen. Ezt egy pár napja rögzítettük, és hát nagyon-nagyon jó lett. Ez mindenképpen lesz meg egy csomó-csomó olyan új dal, ami a régi lemezen volt, és vannak már olyan dalokat is játszunk, amik majd a karácsonykor megjelenő lemezen lesznek rajta. Vannak kifejezetten olyan dolog, amit követel a közönség, és kér egy-egy ilyen koncerten? Persze, mindenképpen. Hát ami... És nemrég valaki ikonikus dalnak, ikonikus Mr. Igen dalnak nevezte a... Ez olyan jól esett, a Megőrülök érted című dalt, kötelezően játszani, akkor mondjuk a legelső ilyen nagy klipes dalunkat, ami még ilyen slágerlistákon is szerepelt, az a Voodoo Doll például. De vannak ilyenek, amiket nem lehet kihagyni, mert utána panaszkodás lenne. Az idei év hátra lévő részére még milyen programjaitok vannak, milyen terveitek vannak? Érd? Magyar Dalnapja, és utána hát rengeteg-rengeteg koncert, ugye a stúdió felvétel októberben, klipgyártás, várjuk az új évet. Lesz idő pihenésre? Meg szoktuk oldani, mindig van 2-3 nap, de valamikor becsúszik egy-egy hét, akkor egy kicsit így gondolkodunk, hogy mit csináltunk rosszul, hogy mondjuk egy hét is kiesik, de azért jól esik mondjuk az egy-egy hét pihenés. Az újabb mikorra várható? Karácsony, feltétlenül, mert ott legyen a fa alatt mindenkinek. Várjuk nagyon sok szeretettel akkor az újabbot. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a stúdióban. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztöt látták, műsorunkat pedig megtekinthetik a www.érthíradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban, és további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!